Ez a teve már biztosan a Halloween-ra készül. Borjával együtt vígan falatoznak az októberi napfényében. Nyitás előtt minden állat élvezte a tavaszias meleget, szerda reggeltől pedig vélhetően rengeteg látogató érkezik majd a népszerű programra. Már lázas készülődés folyik nálunk. Igazából az ötletet nem is tudom, hogy honnan indult legelőször, most már több mint 10 éve tartjuk ezt a rendezvényt. Első körben mi is csak töklámpást gyújtottunk, és minden évben egyre több látogató érkezett hozzánk, és minden évben ugye egyre színesebb programokkal készültünk. Most már aki belép hozzánk Halloweenkor, tényleg egy ilyen elvarázsolt erdőbe érezheti magát, rengeteg programmal, rengeteg díszlettel, rengeteg rémülettel és vicces dologgal készülünk. Minden évben más tematikát dolgoznak ki az állatkertben. Idén egy új és izgalmas játék lehet majd a gyerekek kedvence. Rémületes állati nyomozásnak neveztük el a történetet. Aki belép hozzánk, egy helyszínelő standon találja magát, mindenféle kellékkel, ami ehhez szükséges, kap egy feladatlapot, amit, hogyha végigmegy az állatkerten, megfejti az összes helyszínelő részt, akkor fényderülhet a bűntényre, és meg tudja, hogy ki a tettes. Természetesen az édes jutalom sem marad el, úgyhogy a gyerkőcöket a végén egy kis aprósággal jutalmazzuk. Nem csupán újdonságokkal készülnek a park üzemeltetői, régi, jól bevált programok is színesítik az egész napos rendezvényt. Visszatérő érdekességek a tűzsonglőrök, őket nagyon-nagyon szeretik, a lézersó ugye a kőszínpadunkon, és Dracula gróf, aki most már nem is tudom, talán 5. éve látogat el hozzánk, ő nagyon nagy népszerűségnek örvend, a látogatók beülhetnek a hintójába, megcsodálhatják a lovait és ugye a kísérő hölgyeit is. Emellett nem csak éjszakai programokkal készülünk, hanem egész nap folyamatosan vannak nálunk érdekességek, már 11 órától elindulnak a látványetetések, stílusosan az ünnephez, ugye ilyenkor sütőtökből fogyasztják el a reggelijüket, ebédjüket vagy épp vacsorájukat, a tapírok, a csukjás majmok, az orványos medvék és az oroszlánok. Öltöz melegen, hozd magaddal a zseblámpát, ceruzát, és mindig nézz a lábad elé. Olvasható a felhívás az állatkert honlapján. Október 31-én szerdán már 10 órakor kinyílnak a kapuk, és egészen 21 óráig nyitva is tartanak majd a látogatók előtt.